Megérkezett, amire mindannyian vártunk. Itt a DKTV, Gyurcsányék propaganda csatornája, és már le is ment az első adás. Szavak nincsenek arra, hogy mennyire kínos volt. Iza úr a szerepében Kuncze Gábor. A DK-sok megpróbálták egy vicces, szórakoztató politikai showműsorral elindítani a csatornájukat, és meggyőzni a nézőket arról, hogy ez jó lesz. De sikerült? Nem. Gyurcsányék megirigyelték a Fidesztől a Pesti TV sikereit és színvonalát, mert úgy tűnik létrehozták a saját Pesti TV-jüket. A DK TV egyébként nem TV, hanem egy YouTube csatorna. Hát annyira TV, mint az igazi Dokument TV, semennyire. Csak az, hogy TV, az baromi jól hangzik. Ennyi erővel én is hívhatnám a csatornámat Dévvilága TV-nek, vagy Dév TV-nek, és akkor elmondhatnám, hogy nekem is van egy TV-m, mint a Dokumentnek. De attól ez még nem lesz TV. Pont ez a műsor és ez a csatorna volt az, ami már nagyon hiányzott a magyar médiából. Ez kellett ide, egy igazi vérfrissítés, olyan vadonatúj arcokkal, mint például. Kálmán Olga. Gréci Zsolt. És a mai vendégszereplőnk Kuncze Gábor. Vágó Istvánnal lenne teljes a csapat, de ő sajnos covidos. Jaj, de kár, hogy pont a vágó nem tudott ott lenni. Egy DK-nak benyaló DK-s műsor DK-sokkal DK-soknak, Vágó István nélkül olyan, mint a Dallas Bobby nélkül, vagy egy Ner oligarha 20 milliós óra nélkül. Gréci Zsolt viszont ott volt, méghozzá ruhában. A DKTV YouTube csatornán egyébként van egy short videó, aminek az a címe, hogy Gréci Zsolt bemutatkozik. Hát én úgy emlékszem, hogy a Gréci Zsolt már épp eléggé bemutatkozott. Nagyjából mindent megmutatott magából. Láthattuk a teljes mesztelen igazságot. Homeopátiás bogyók kell lennének, nem István, hogy hamarra meggyógyulj. Nálam vannak, Pista, nálam vannak ilyen lávakövek, meg ilyen színes kavicsok, állítólag az elmulasztja teljesen. Hegyi kristály, tudod, ilyen kristályokat kellene a párnád alá tenni, meg a kezedbe szorítsad, meg a nyakadhoz, hogy ne köhögjél, és akkor jövő étre, mert biztos, hogy egészséges lesz, hogy tudjuk, hogy te ebben hiszel, mélyen. Csak tedd a kezed a képernyőre. Jaj, de humoros ez a műsor, ez egy igazi heti négyes. Ez a heti négyes? Minden, ami nem érdekes. Kálmán, Kuncze, Gréci, Pajti, Maszti, Parti, DK-s, Uncsi, Búmerek. Ez a heti négyes? Heti négyes? Heti négyes? Gulyás Marcinak meg egy nyakleves. Heti négyes? Egyik kommentelő azt kérdezi a DKTV kapcsán, hogy lesz rajta Iza ura vagy homok titka? Az asszony kérdi. Lesz? Lesz? És akkor azt kéne tudni, hogy ki az Iza úra. Iza úra szerepében Kuncze Gábor. Jaj, Olga, hát te valamikor egy nagyon jó televíziós voltál, de a humor sajnos továbbra sem az erősséged. Nem biztos, hogy neked ezt a viccelődést erőltetni kéne. Szerintem a heti hetesben lényegesen jobb poénok voltak. Én egyébként nagyon szerettem a heti hetest, és akkor is megvédtem azt a műsort, amikor nagyon nagy divat volt támadni. És most látszik csak igazán, hogy mennyire jó műsor volt, most, amikor olyan halvány utánzatokat láttunk, mint mondjuk a Nagyon Kreatív című 5, vagy ez az úgynevezett DK szubjektív. Mondjuk legalább elismerik, hogy nem objektívek. Azért azt a címet mégsem elték adni ennek a műsornak, hogy DK objektív, azért az jobban kivette volna a biztosítékot, mint Gréci Zsolt a... Szerinted, hogyha baloldali kormányunk lenne és mondjuk Dobrev Klára vezetné, akkor más lenne a helyzet? Hát, mint jeleztem az előbb, szerintem egy hónapon belül ezek a pénzek elindulnának Magyarországra. Jelentős lépéseket tenne egy új kormány arra, hogy Magyarország jogállam legyen. Ez bizonyára így van. Ha Dobrev Klára lenne a miniszterelnök, akkor valószínűleg gyorsabban jönnének az EU-s pénzek Magyarországra. Én ezt egyáltalán nem vitatom. A baj csak az, hogy az ellenzéki szavazók az előválasztáson nem Dobrev Klárára szavaztak, nem őt akarták miniszterelnöknek, hanem Márki-Zay Pétert. Akit viszont Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára nem akart, és többek között ezért Orbán Viktor ma a miniszterelnök. Szóval ahhoz, hogy Dobrev Klára legyen a miniszterelnök Magyarországon, először meg kéne nyerni mondjuk az előválasztást, aztán pedig el kéne magyarázni az országnak, hogy Dobrev Klárának semmi köze sincs Gyurcsány Ferenchez,
sem azokhoz a korábbi baloldali kormányokhoz, amelyek miatt az emberek 2010-ben Orbán Viktorhoz menekültek. Vagy pedig támogatni kéne Márki-Zay Pétert, majd meg kéne próbálni megpucsolni, kockáztatva ezzel azt, hogy örökre eljátsszák az ellenzéki szavazók bizalmát. Vagy kéne csinálni egy ennél lényegesen jobb DKTV-t. Hát majd meglátjuk, hogy ez fog-e sikerülni. Lényegében én semmi esélyt nem látok arra, hogy Dobrev Klára vagy Gyurcsány Ferenc ebben az országban bármikor is miniszterelnök legyen. Szóval lehet, hogy erről nem igazán érdemes álmodozni. Kijött az AWS Research legújabb kutatása, ami szerint Dobrev Klára a legnépszerűbb ellenzéki politikus gyakorlatilag minden mesdjében, amit vizsgáltak. Mit gondoltak erről? Ki lett a legnépszerűtlenebb? Na, másnak mi ez? Másnak átadom a lehetőséget, azért nem válaszolja. Hát gyurcsányozzunk egyet, hát biztos Gyurcsány, nem? Ja. Hát, nem! Hát egyébként nem! De igen! Az AWS felmérésben Gyurcsány Ferenc Gerencsér Ferenccel holt versenyben az utolsó helyen végzett, csak a Gyurcsány helyezését a DK Szubjektív című műsor megpróbálta elhallgatni. Azt a tényt, amitől két kattintásnyira van minden magyar ember. Nem írták oda a Gyurcsány nevét. És amikor Kálmán Olgából újra előmászott az újságíró, és megkérdezte, hogy ki lett az utolsó, akkor a műsorvezető nem merte kimondani, hogy Gyurcsány. Félelem és reszketés Lász DK-zban. Hihetetlen. Amúgy az is felettébb érdekes, hogy egy olyan felmérésben, amit az LMP megbízásából végzett az AWS, Ungár Péter lett a második legnépszerűbb ellenzéki politikus, egy ponttal lemaradva Dobrev mögött. És hát valóban Dobrev Klára nyert. Nagyon érdekes, ha az AWS-et kérdezzük meg, hogy ki a legnépszerűbb ellenzéki politikus, akkor Dobrev Klára a válasz. Ha pedig a választókat kérdezzük, akkor meg Márki-Zay Péter. Igen, az előválasztásra célzok. Úgy tűnik, hogy nem csak az ellenzéki szavazóknak egyre szimpatikus a Dobrev Klára és a DK, hanem elindult az átlépési hullám itt a pártunk irányába. Mit gondoltak arról, hogy mennyi fiatal politikus csatlakozott hozzánk az elmúlt időszakban, többek között Bodrozsán Alexandra, Szilágyi Szabolcs, Déri Tibor, Szűcs Balázs? Mit gondoltok, mi ennek az oka? Miért csatlakoznak hozzánk ennyien? Én megmondom, a tuti megélhetés miatt, a karrier miatt. Vagy most nagyon rossz indulatú voltam? Bizonyára tévedek. Ezeknek az átlépéseknek nyilván semmi közük ahhoz, hogy a DK elég komoly állami támogatást kap, amiből hát elég sok politikust ki lehet fizetni. Nyilván nem arról van szó, hogy ezek a politikusok egymás után hagyják el a süllyedő hajókat és könyörgik át magukat a DK-ba, ami még fel tudja venni őket. Bizonyára arról van szó, hogy egyszerűen belátták, hogy Gyurcsány és Dobrev a két legőszintébb, legtisztességesebb politikus, akik sohasem hazudnak, ráadásul ők a legalkalmasabbak az ország vezetésére, ezt maga Gyurcsány Ferenc is bebizonyította, és ha valakikkel, hát velük le lehet váltani ezt a kormányt. A Gyurcsány házaspárnak olyan minimális az elutasítottsága, olyan könnyen lehet velük megszólítani szavazókat, akár a jobb oldalról is, hogy velük tényleg garantált a kormányváltás. Egy szereplőnek kell kiemelkednie és tartósan uralkodni az ellenzéki tér felett. Egy táborba rendezve a rendszerrel szemben álló pártokat, civil szervezeteket, vagy épp a független polgármestereket. Teljes mértékben egyetértek. Persze, de nekünk ez elfogadható. Nem tudom, láttátok-e Momentumnak a friss szerzeményét, Stummert. Mit szóltok hozzá, hogy magát nyíltan nácinak való ember befogad a Momentum? Hát ez egy nyilvánvalóan egy annyiban egy furcsa helyzet, hogy ugye a Momentum az Európai Liberális Párt család tagja, és hogyha egy ilyen ember érkezik, az azt mutatja, hogy valami ideológiai képlékenység van azért a Momentum berkein belül. Azt hiszem ez érzékelhető a párt vezetésében is, de szerintem azt, amit Donát Anna az előbb mondott, az arról szól, hogy ezt Donát doktrínának nyugodtan nevezhetjük, hogy egy párt emelkedjen ki, ilyenben mélységesen egyetértünk vele, és ez a demokratikus koalíció lesz.
ami elég szomorú, tegyük hozzá, de tulajdonképpen a DK-soknak ebben igaza van. Nem is ők a felelősek azért, hogy Magyarország képtelen túljutni az Orbán-Gyurcsány korszakon, hanem a magyar választók. A magyar választók többsége tehet arról, hogy ez a két szekta uralja a magyar politikát, ami végtelenül kiábrándító. Ugyanakkor abban is egyetértek a DK-sokkal, hogy Stummer Jánost nagyon nem kellett volna beengedni a Momentumba. Nálam ez egy hatalmas fekete pont. Gerencsér Ferencnek annyit tudok csak üzenni, hogy ha ez a Momentum új iránya, akkor kitartás. Olvastam olyan kommenteket, hogy ez itt most a heti hetes újra töltve? Hát kikérem magamnak a heti hetes szereplői nevében. A heti hetes, különösen amikor Hajós András is ott volt, ehhez az unalmas, rohadt kínos, fárasztó erőlködéshez képest Dév világa volt. Ez a katasztrófa meg se közelítette a heti hetes színvonalát. Akkor már inkább nézem a ötöt. Azon legalább egy kicsit fel tudom húzni magam. De ezen többször is bealudtam. Hát ez valami borzalom volt. Az pedig különösen borzalmas volt, ahogy a Kálmán Olga újra és újra megpróbált humoros lenni. De sikerült? Annyira méltatlan volt ez a műsor a Kálmán Olgához, nem mint DK-s politikushoz vagy szóvívőhöz, hanem mint volt televíziós újságíróhoz, hogy arra szavak nincsenek. Sok mindent el lehet mondani a Kálmán Olga ATV-s korszakáról, de én ezen a nőn akkor profizmust láttam. Ő ott a helyén volt, látszott, hogy tudja, hogy mit csinál, és szerintem élvezte is ezt a munkát. Itt meg jól láthatóan szenved, legalábbis nekem szenvedés volt ezt látni. Függetlenül attól, hogy a DK-ról egyébként miket gondolok. Néhány kommentelő a Saskabréhoz hasonlított ezt a műsort, de én a néhai Sas József nevében is kikérem magamnak ezt a minősítést, mert ennél még a Saskabaré is sokkal élvezhetőbb volt. A Saskabaré főleg mai szemmel, egy mai fiatal szemével nyilván cringe volt, ez világos. De én azon is tudtam röhögni. Nem mindenen, de a Saskabaréban azért voltak jó pillanatok. De ebben a műsorban ilyen nem volt. Azért nekem van egy kis hiányérzetem. Hát miért maradt el a kötelező DK-s Márki-Zay csesztetés? Én őszintén sajnálom, hogy ezt a szerepet meghagyták a Hont Andrásnak és a Ceglédinek. Mintha továbbra sem elnék nyíltan felvállalni az MZP gyűlöletüket. Lehet, hogyha bevállalnák, akkor úgy tűnne, hogy a DK nem is igazán akart soha összefogni senkivel. Nem is igazán akarták, hogy Márki-Zay legyen a miniszterelnök. Még a végén úgy tűnne, hogy Gyurcsánynak jobb volt Orbán Viktor, és ma is jobb Orbán Viktor, mint MZP. Odalinkelem természetesen a leírásba ezt a DK-sót, és én ritkán mondok ilyet, de szerintem, ha jót akartok, akkor nem nézitek meg. Vagy ha mégis megnézitek, akkor szenvedni fogtok, ezt garantálom. Gondoljátok végig, hogy nekem ezt végig kellett néznem. Úgyhogy a minimum, hogy nyomtok egy lájkot a Szerencsétlen Dév videójára, meg feliratkoztok, ha még nem vagytok feliratkozva. Hát ha valamikor, most tényleg megszenvedtem érte. Köszi. És egyébként, hogyha van kedvetek és idegrendszeretek hozzá, akkor megnézhetitek a Gyurcsányos ASMR videómat is, főleg, ha még nem láttátok. A suttogó Gyurcsány éppen itt van alattam, szóval ha rámertek kattintani, akkor hajrá, katt!